A Rákbetegek Országos Szövetségének karcagi szervezete és a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány 2014. április 11-én pénteken a Dériné Kulturális Központ előtt rendezte meg a Méltóság mezeje tavaszi programját. Hey, tulipán, tulipán, teljes szegfű szarkalát, telekertem zsájába, szerelemnek lángjába. Nyisd ki rózsám kapudat, hadd kerüljem váradat, rózsafának illatja, az én szívem biztatja. Vasné Szűcs Edit énekelt, Keserűné Ébner Tünde a rendezvényről, annak előzményeiről beszélt. Az Angliából több mint fél évszázada indult hospice mozgalom a gyógyíthatatlan betegek testi és lelki támogatásával foglalkozik. A humánus kezelést és az emberi méltóság megőrzését tartja elsődlegesen. Azt szeretné elérni, hogy a közvélemény értőbben forduljon a gyógyíthatatlan betegek problémái felé, és a társadalom elfogadóbban, tudatosabban viszonyuljon az elmúláshoz. Hazánkban 1991-ben dr. Muszbek Katalin főorvosnő kezdeményezésére alakult meg a Magyar Hospice Alapítvány, és ezzel megkezdte munkáját a magyar mozgalom. 2002-ben nyitott a Budapest Hospice Ház, és ekkor kezdett az országban elfogadottá válni az otthonápolás. A kórházakban is létrejöttek ápoló részlegek, akik a daganatos betegségben szenvedők számára nyújtottak utolsó lehetőséget. A program ereje az önszerveződésben van, és a megmozdulásra késztető cél felmutatásával olyan szélesebb rétegeket érintő kezdeményezés születhet, amely minden embert megérint. A Hospice Alapítvány egyik kiemelt programja a NACIS program. A NACIS a világon mindenütt a rákbetegeket, rákban haldoklókat gondozó szervezetek egykorú szinonima is jelképe. E jótékonysági tevékenységben az életnek, a reménynek, a halál legyőzésének, a szeretetnek, a ragaszkodásnak a szimbolikája is. A NACIS a remény jelképe. A telet legyőző tavasz egyik első virága, az öröm, az életigenlés és az újjászületés jelképe. Kovács Pálné verset mondott. Kovács Szilvia alpolgármester, Karcagváros önkormányzata és Dobos László polgármester üdvözletét tolmácsolta. Karcagváros önkormányzata nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ezen a tényleg szeszélyes áprilisi délutánon itt vannak, velünk vannak, és minden karcagi számára példát adnak. Út lélektől lélekig címmel Szabó János, a Rákbetegek Országos Szövetségének elnöke mondott beszédet. A program végén a jelenlévők közösen elsétáltak az idősek otthonába, ahol átadták sárga virágaikat az otthon lakóinak.